Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Dredgers folytatása. No, hát van jó néhány bogyókánk. Melyik tetszik? Melyik legyen? Mifman, mi akar lenni ez? Ez nedves akar lenni, nem érdekel, rák! Ó, extra páncél. Mondjuk akkor az első sorban... Hogy hívjáknak jó? Harcosnak. Nem is tudom. Legyen egy rákíjász. Nem feltétlen logikus, de... Érdekes csomagnak tűnik elsőre. Nem vagyunk túl gyorsak. Ó! Oh. Viszont nincsen helyünk. És muszáj vagyok rákot enni. Tehát alapvetően egy fegyverünk van, és kész. No. Életerő, védelem, és a legtöbb I az dex alapú, amennyire tudom. Igen. Viszont ha nem kell semmi más, akkor nem kell semmi más, páncélt nem használunk, stb. Stb. Sőt, egy felszerelést nem használunk. Van páncélunk a... bogyóból eleve. És akkor... van tűzíjunk. És van egy gyenge közelharci támadásunk. Hát egy érdekes... Ha el tudnám találni, akkor lehet, hogy előrébb vagyunk. Ő is íjász volt. No. A védelem... 100%-át megkapjuk. És akkor lehet... Akkor érdemes a védelemre gyúrni. Alma az jöhet. Alma jöhet. Oda kéne egy kulcs. Mondjuk van egy láda bent, ami nem egy rossz csomag. Tudunk itt venni egy kulcsot? Már nem emlékszem. Alapvetően csak felszerelést tudtunk volna venni, kezdő felszerelést. Úgyhogy nem. Kérdés. Van többek közt láda, talán... Ó, egy íjat találtunk. Háromszor akkor a sebzés, nagyobb crit sebzés. Remek. Oké. Viszonylag egyszerű. És akkor innen életerő, védelem, dex. Nem szuper nagy mennyiség. Hát sajnos a páncél az fölösleges. (Kül)
meg a pajzs. Meg a másik páncél. De mondjuk alapból kapunk páncélt, nem kell ehhez semmi trükk. Nem tudom mi voltál, de bele. Folyamatosan okoz kis sebzést. Nem veszek jó néven. Amit nagyon nem veszünk jó néven. Hogy nem tudunk akármit megenni. Vadász, és akkor lesz kajánk. Remélem jót, nem jót választottunk. Na mindegy, majd csak lesz még egy ismeretlen. Ha nem lát minket az ellenfél, akkor extra sebzést. Nem árt az, nem árt az. De mondjuk jobban örültem volna, ha egy lootolásnak állhatunk a hullából. Mondjuk itt van még egy ellenfél. Abból lépünk elvileg még egy szintet, úgy bizony. Kaptunk valamit? Nem tudom. Slimeból tudunk? Kaptunk egy trófeát. Akkor lehet, hogy nem ezt kellett volna. Vagy nem erre gondoltam. Trófeát kapunk, ami nem egy rossz dolog, de el lehet adni még egy így. Lassú, de nagyobb sebzés, az nem jó a lassú. Egy ponton túl nem jó. Na hát haladjunk lejjebb. Alapvetően működik a rákíjászunk. Hogy úgy mondjam, a rákászunk. Mondjuk miattán mindent el tudunk adni. Nagyon lassú. Gyors, de gyenge. Íjat megvesszük. Kaja, amit tudunk használni. És ismeretlen. Kütyű. Fröccs. És ebből is szintet léptünk. Elég gyorsan kapjuk a szintlépéseket. Garantált loot. Meg nem kaptunk meg a garantált loot-tal se. Nem hiszem, hogy érdekes alapvetően. Kaja? Az nem fog ártani. Alapvetően csak ide van útvonalunk.
Oké, volt egy szintlépésünk. Itt lenne egy minőségi páncél. De arra nincsen szükségünk. Mondjuk elveszük, mert zsetonnak el lehet cserélni. Mondjuk sok mindenre nem. Nincs szükségünk azután se. Nagy kérdés, hogy merre menjünk. Ott kapunk vissza, úgyhogy az ingyen van. Kapunk vissza ládát. Ez valami kajafélének néz ki. Ja. Még kaja. Mondjuk hasznos. Előbb-utóbb csak el tudom találni. Még a slime-okból nem kapunk semmilyen lootot. Hát növény az nem izgat. Még a kenyér se biztos, hogy alkalmas nekem, mint kaja. Úgyhogy... ezzel nem vagyunk előrébb. Lejárat egyszerű útvonallal. Lejárat trükkösebb útvonallal. Tetszik nekem ez az irány. Legyen ez. Oké. Ez nem volt olcsó. Ez a pap vagy nem is tudom micsoda. A kenyeret mindig meg tudjuk enni, az jó hír. Ha nem felejtjük el, akkor lehet előle dolgokat készíteni. Ezt az elfet nagyon megöltük. Nagyon helyes. Egy ide, egy oda. Kéne oda egy arany kulcs. Pedig tök jól jönne. De azt hiszem ennyi volt a helyzetünk. Mint nem nagyon tudjuk megenni. Na jó, nem menjünk. Nagyon, nagyon szeretné. Ezek szerint ott meg tudnánk halni. Nagyon könnyen. Oké, egy kis méreggyógyulás. 20% kaja. Pretty bow! Sajnos semmilyen felszerelést, ilyesmit nem tudunk használni. Slime-ot begyűjtjük, mert az kaja. Növényt úgyse tudjuk, akkor miért ne.
Mit kaptunk? Regenerálna. Na hát legközelebb majd, ha látjuk ezt a kütyüt, akkor legalább tudjuk, hogy ez egy hasznos cucc. Regenerálás, meg más egyebet ad. No, ládákból valami, semmi. Tudunk új bogyót szedni. Hiász. Ebből melyik lenne a leginkább hasznos? Még kettőt tudunk elvileg felszedni, ha jól értem. Nem kajátot, pedig az lenne a legjobb. Hát akkor egy sniperrel járunk, azt hiszem, a legjobban. Ami időnként extra sebzést ad. Például a korábbi legyőzött ellenfelek növelik a sebzésünket, ami nagyon jól hangzik. És újabb szint. Nem mondom, hogy ellene vagyok, mert nem vagyok. Nagyon is jó a szint, csak meglepő néha. Á, értem, újabb a némelyik ellenfelet olyan gyorsan és olyan erővel pusztítjuk el, hogy nem marad belőlük semmi. Ezüst kulcsom nincs, úgyhogy oda úgyse tudok bemenni, ha akarok, ha nem. Lesz ezüst kulcs. Növényi bogyók. Begyűjtjük mindet. Most van ezüst kulcsom, meg másik, de olyan odavaló nincs. Azt a betyárost. Nem kevés. HP-ja volt. Holy moly! Mondjuk az lehet, hogy nem volt jó ötlet, hogy a kettőt együtt aktiváltuk. Valamelyik meghalt. Oké. A méreg azért az időnként megöli, az segít. De más nem nagyon. Van egy ezüst ládika. Hát elpazarlom. Hát ha egy hasznos kütyüt kapunk.
Vagy nem. Irány a következő szint. Na, legalább kapunk egy csomó. Hogy hívják ott? Ijat. Kulcs jöhet. Miatt most annyi? 150%, fél. 180 nagyon lassan, akkor az nem érdekel. 75, meg tűz. 100%, meg némi karizma. Ezek nem túl jól hangzik. Ja, az nagyon lassú, egy picit erősebb, de cserébe ad lassítás, nem. Ennyi. Itt kaptunk erő, hát azzal ki vagyok segítve. Na, mik ezek? Páncél. Meg mágus páncél. Sirály lenne mágusnak. Persze, hogy nem mágus vagyok. Viszont akkor gyorsan eladjuk, mert úgyis el fogjuk használni, úgyhogy legalább ne foglalja a helyet. Kenyér jöhet. Mi vagy te? Nem tudom mi vagy, de megöltünk. Egy százalék hunger. 20%, és akkor egy bogyótól megszabadulunk. Még fölösleges az alma. Vagy egyéb random növény, valószínűleg ezért is lehet. Kérdezős. Slime az jöhet, abból mindig van kaja, azt mindig meg tudjuk enni. Mert almát nem eszünk mindig, de szörnyű cuccot azt igen. Elfogytak. Túl sok páncélunk nincsen, mondjuk extra páncél és íjászként az sose rossz. Úgyhogy nem egy rossz buli. Pajzsok. Ezt felszedjük végül, miért ne. Aztán majd eladjuk nyilván. Berendezést lebontjuk. Tudnánk arra menni. Arra megyünk, akkor viszont elvágunk. Valószínűleg amelyik irányt választjuk, az a végső irányunk. Nem? Itt még kapjuk a rozsdás bököt. Úgyhogy itt még választhatunk új irányt, ha kell. Korábbi győzelmeinkből jutalom. Sajt az tetszik. Hát meg látjuk. Arra is tudunk menni, meg erre is. Ez viszonylag könnyű.
kis sebzés átsurgott a páncélon sajnos. És... vérpáncél, csinos név. Na, ha oda bemegyünk, akkor nincs tovább választás. Mehetünk erre. Vagy a másik irányba. Még oda fölmehetünk mindenképpen. Mert ott visszakapjuk a kulcsot. Kaptunk egy... és az miért jó, hogy elképesztően magas kritikus sebzés, de alig van alapsebzés. Azt miért választanám valaha is? Nos, se baj. Ha arra megyünk, akkor viszont elzártuk magunkat, és arra nem akarok menni. Lefelé volt egy szimpatikus, de először visszamegyek a boltba eladni az összes kütyüt. Megszabadulni a cuccoktól, és akkor utána ki lehet fosztani majd a utolsó utáni irányt. Ez kaja. Kaja, mert húst felteszem, hajlandó a karakterünk enni. Ha mást már valószínűleg nem is. Így menjünk lefelé. Érdekes opció. Na, azért elfogyott. A sima zöldség nem érdekel, de ez a másik, ez relatív gyakori. Oda egyébként hogy jutok be? Vagy csak simán besétálok? Csak simán besétálok. Hát, egy ezüstöt feláldozni azért, hogy bejussunk, az nem jó, nem tűnik jó ötletnek. Hát, nem annyira. Ja, hogy egyik vagy másik irány. Érdekes kérdés. Abban az esetben viszont, hogy a kettőből melyik a szimpibb. Tök mindegy nagyjából. Egyik se jó. Hát akkor elfogytunk. Az a vérzés, az megölt. Majdnem. Na, hát egy darabig működött. Mondjuk valószínűleg hatékonyabb lett volna harcosként, vagy nem is tudom. Sokat gátolt azért az, hogy nem volt felszerelésünk. Már ennyi.